Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Szombathely, ma a Szombathelyi Televízió közéleti magazinja. Mai stúdió beszélgetéseinkben ismét aktualitásokat boncolgatunk majd. Első körben a fűtési szezon veszélyeiről beszélgetünk, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy mit, azt majd mindjárt elmondjuk perceken belül. Aztán az év gyógyszerésze lesz a vendégünk, illetve teljesítménytúrákra hív a Kolónia Szavária. Elmondjuk, hogy hova, hogy lehet jelentkezni, és ez miért érdekes, illetve miért fontos, valamint megújul a megyeháza. Ezekkel a témákkal jövünk. Tartsanak velünk! Itt a hideg, itt a tél, legalábbis lassacskán már megérkezik, és itt van a stúdióban a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Balogh Eszter. Köszöntelek! Köszöntelek én is, és a nézőket is! Említettem a bevezetőben, hogy nem tudjuk elégszer hangsúlyozni a fűtési szezon veszélyeit. Mi az, amit még mindig ennyiszer el kell mondanunk, mert hogy évről évre felhívjuk a figyelmet arra, hogy... A fűtési szezonnak nagyon sok ugye veszélye van, és minden évben mi is a weboldalunkon és különböző felületeken, most már a közösségi média felületeken is fontosnak tartjuk azt, hogy hangsúlyozzuk a lakosság irányába, hogy mi az, amire fel kell hívni ebben az időszakban a figyelmet. Mint tudjuk, voltak azért már hidegebb időszakok, szerencsére most kicsit tart a vénasszonyok nyara, de nagyon remélem, hogy azok a lakosok, akik már megkezdték a fűtést, előtte elővigyázatosak voltak és körültekintőek, és a fűtő és tüzelő berendezéseiket átnézették. Aki ezt nem tette meg, és mondjuk még nem kezdte meg a fűtést, annak ezeket a figyelmében ajánlom, ugyanis ezek a berendezések nagyon sok hibát rejthetnek magukba, és az, hogyha valaki a rendszeres karbantartást elkerüli, akkor nagyon sok probléma adódhat belőle. Milyen ingatlanokról beszélünk most, illetve milyen berendezésekről? Konvektor, radiátor, esetleg kazán, milyen jellegű berendezésekről van szó, amit ellenőriztetni kell, és a rendszeresség mit jelent minden fűtési szezon elején? Nekem azt mondták annak idején, hogy 2 évente kell ellenőriztetni. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy minden fűtési szezont megelőzően ezeket ellenőriztessük le. Azt ajánlanám, hogy amivel fűt, mindegyiket fontos. Ez adódhat a gázüzemű berendezésekre, a vegyes tüzelésű berendezésekre, konvektorok, kályhák. Mindegyiknek nagyon fontos a rendszeres ellenőriztetése, ugyanis már mindegyik esetnél sajnos volt olyan, ahol kellett vonulni tűzoltóegységeknek, és akár nagyobb tűzeseteket is eredményezhetett egy kisebb fajta meghibásodás is. Említsünk néhány példát, azt gondolom, hogy ez lesz most életszerű. 2020-as évet, hogyha nézzük, már azért, mint mondottam, volt, aki a hideg időszakba befűtött, és az elmúlt heteket is, hogyha tekintjük, akkor voltak olyan nagyobb tűzesetek, amelyet biztos a nézők is felfigyeltek. Mondjuk az elmúlt héten Jág településen volt egy tetőtűz, előtte volt Tormásligeten egy mellékhelyiségtűz, de biztosan sokan hallották a televíziókból, napilapokból, hogy Ostfiasszonyfán volt egy nagyobb jelentőségű tűzeset, ahol egy 100 négyzetméteres családi ház vált a lángok martalékává, ide Sárváról, Pápáról hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók is vonultak, 4 vízsugárral tudták eloltani a lángokat, sajnos az egész ingatlan lakhatatlanná vált, viszont itt egy nagyon pozitív példát említenék, a lakóotthonban volt füstérzékelő berendezés, amelyet minden évben felszoktuk hívni a figyelmet, hogy fontos, ha beszereznek a tulajdonosok. Ezt általában mennyezeten kell elhelyezni, kisebb fűszivárgás esetén is jelez
kicsit fülsiketítő hangot ad ki, és ennél a lakóotthonnál is az idős urat, aki ebben otthonban élt, őt felriasztotta éjszaka ez a füstjelzőberendezés, és időben el tudta hagyni az ingatlant, így ő nem sérült meg a tűzesetben. A tűz oka akkor ezek szerint összefügg a fűtési szezonnal? Minden olyan eseménynél, ahol felmerül olyan ok, ami magunk még nem tudunk, ott tűzvizsgálati eljárás szoktunk indítani. Ennél a lakóingatlan tűzeseténél is egy tűzvizsgálati eljárást indítottunk, amelynek 60 nap a határideje, hogy kiderüljön, mi is okozhatta a tüzet, de sajnos nagyon sok olyan eset volt az elmúlt hetekben, amely okozhatta tüzelő vagy fűtőberendezésnek, vagy a meghibásodása, vagy ugye nagyon sok esetben van olyan, hogy azok, akik tüzelnek, olyan éghető anyagokat tárolnak a tüzelő fűtőberendezés környezetében, amelyre percek alatt átterjedhetnek a lángok, és akár nagyobb tűzeseteket is okozhatnak, így lehet, hogy ilyen is történhetett az elmúlt időszakban. Csak egy mondat, például a kandallók mellett persze, hogy ott van a fa. Igen, nagyon sok esetben az elmúlt években is okozott ilyen problémát, hogy valaki elfelejti becsukni a kandallónak az ajtaját, és kipattan egy szikra, abból nagyon hamar ugye a száraz fa meggyullad, és aztán akár a nappali, vagy az a helyiség, ahol a kandalló van, egyből átterjedhetnek a lángok ugye a függönyre, éghető anyagokra, és szinte fél órán belül elterjedhet úgy a tűz a lakásban, hogy az már utána lakhatatlanná is válhat. A lángok mellett a másik probléma évről évre a szénmonoxid. Annyiszor elmondjuk ezt a média is, a hatóságok is, és mégis történik haláleset. Mi azt figyeltük meg az elmúlt időszakban, hogy szerencsére az emberek nagyon körültekintőek ezen vonatkozásában is. Évről évre azt mondhatjuk, hogy nőnek ezek a szénmonoxidos beavatkozások a tűzoltók tekintetében, de ennek lehet oka az is, hogy nagyon sokan szereznek be szénmonoxid érzékelő berendezéseket, és ugye ha ezek jeleznek, akkor ugye természetesen mindenki a 112-es segélyhívó számon kér segítséget, kivonulnak a tűzoltók, átszellőztetik az épületet, ugye kihívják a gázszolgáltató szakembereket, akik ugye megvizsgálják a berendezéseket, de nagyon sok esetben így mentettek már meg életeket ezek a berendezések. Hogy tudunk jót beszerezni belőlük? Van 1500 forintos is, 15000 forintos is. Katasztrófavédelemnek a honlapján minden évben megosztjuk azoknak a szénmonoxid érzékelőknek a listáját, amelyek bevizsgáltak és jól működőek. Ezeket megtalálhatják a nézők itt. Ezek általában ilyen 10000 forintos nagyságrendűek azok, amiket mi is ajánlunk, hogy szerezzenek be. Ezeket 5-6 évente kell cserélni, szóval úgy gondolom, hogy nem olyan nagy tétel, hogyha az embernek az élete menthető meg ezáltal a készülék által. Korántsem fettük le most a teljes veszélyi palettát, viszont ennek a nézők utána tudnak nézni, hol, hogyan. A Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapját, hogyha felkeresik a kedves nézők, akkor ott mindig rendszerint friss információkat találnak, akár az adott időszaknak a veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, vagy valamilyen tanácsokkal szolgálunk. Egyébként nagyon hasznosak az elmúlt időszakban indítottunk egy olyan vízjátékot, akár diákoknak, akár felnőtt embereknek, amelyel nagyon sokat tanulhatnak, és ilyen hasznos tanácsokra hívjuk fel a figyelmet, akár a fűtési szezonnal kapcsolatosan, akár a szénmonoxid érzékelőkkel kapcsolatosan, és ezt ki tudják tölteni a kedves nézők itt a weboldalunkon, majd azt követően megtalálják a helyes válaszokat is, és további tanácsokkal is szolgálunk itt nekik. Próbálják ki, hogy önök mennyire tájékozottak. Én megköszönöm a válaszait Balog Eszter szóvivőnek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Várhatóan 2023-ra megújul Szombathely egyik emblematikus épülete, a Megyeháza. A Modern Városok program keretében 2,2 milliárd forintot fordítanak a város ezen épületének rekonstrukciójára. A kiemelt beruházás kivitelezése már jövőre elindulhat.
Az ország legrégebbi megyeházája 240 éve szolgálja a közigazgatást. Szombathely meghatározó barokk épülete 1779-ben készült el. Bár ma is éke a térnek, homlokzatán jól látszik a renoválás szükségessége. Teljes körű felújításra évtizedek óta nem került sor, most már nagy szükség van rá, hangzott el a rekonstrukciót bejelentő sajtótájékoztatón. A környezet maga is ezt indokolja, de különösen az indokolja, hogy a megyeháza néhány részleges felújítást, megújítást leszámítva a millennium évében a megyei önkormányzat akkor még fenntartójaként a háznak a dísztermet, meg a néhány traktust felújított, de igazi teljes körű felújítása ennek az épületnek sok vonatkozásban évtizedek óta nem volt. Tehát ez mind építészetileg, a külső homlokzaton is látszanak ennek a nyomai. Nem említettem itt a pince helyiségben valamikor még az előző korszakban úgynevezett légópince működött. Az akkori védelmi igazgatásnak egy akkori politikai viszonyok között vegyi támadásra is alkalmassá tett helyiségei, hát azóta teljes mértékben elavultak, lepusztultak az épület pince helyiségeinek nyílásai, le vannak zárva, nem szellőzik a pince, vizesedik, tehát itt számos beavatkozásra van szükség a földszint emeletten tovább haladva nyilászárókat föl kell újítani. Ugye műemléki épület, roppant körültekintően kell eljárni, részleges régészeti feltárást is kell végezni, mert liftet is kap a ház az udvar felől. A megyei önkormányzat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és 2011-től a kormányhivatal székhelyéül is szolgáló megyeháza felújításának tervezésére szóló szerződést már aláírták. A kivitelezés várhatóan egy év múlva indulhat. A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánította a beruházást, amelyhez 2,2 milliárd forintot biztosított a Modern Városok programból. Összesen mintegy 250 projektet tartalmaz a Modern Városok program. Ebből az eredeti megállapodás szerint 15 olyan fejlesztés zajlik Vas megyében, illetőleg Szombathelyen is, amelyek ezt a programot érintik. Elsősorban természetesen miután Modern Városok programról van szó, Szombathelyről van itt szó. Ezek a programok is részben elindultak, mások tervezés alatt állnak. A megyeháza felújításának idejére ki kell üríteni az épületet. A kormányhivatal munkatársai a Hollán Ernő utcai épületbe költöznek majd. Ennek előkészítésére 62 millió forintot költöttek, korszerűsítették a második emelet egyik szárnyát, a vizes blokkokat megújították, a helységeket kifestették, kicserélték a padozatokat és bővítették az elektromos hálózatot is. Egyelőre csak innen közelíthető meg akadálymentesen a megyeháza. 69 millió forintból készült el az épület liftje. Megérkezett a Szombathelyi Televízió stúdiójába az év gyógyszerésze. Szeretettel köszöntöm a gyógyszertárvezetőt, dr. Csaba Miklóst. Szép estét kívánok! Kezelj csokkolom, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Mi megkértük, hogy hozza magával az oklevelet, illetve ezt a gyönyörű üveg díszt tulajdonképpen, mert szerintem ez biztos, hogy a polcra fog kerülni. Mivel is érdemelte ki ezt a díjat? Mesélje el nekünk, legyen szíves. Ha jól tudom, volt egy tanulmánya. Igen, 10 esztendeje, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége főszervezésében a ROS Magyarország támogatásával és a Magyar Gyógyszerész Kamara, valamint a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társasággal közösen kiírják az év gyógyszerésze pályázatot. A pályázat arra terjed ki, hogy névtelen módon az interneten leadhatnak betegek, vásárlók, vevők szavazatot, hogy ő szerintük ki az év gyógyszerésze, és a 10 legtöbb szavazatot kapó jelölt, akik nem tudnak arról, hogy őket jelölték, őket felkéri a bizottság, hogy nyújtsanak be egy tudományos pályamunkát. Utána ezt a tudományos pályamunkát egy neves szakmai grémium, a Gyógyszerészgondozási Bizottság alapító elnöke, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke, a Debreceni
egyetem gyógyszerésztudományi dékánja, a gyógyszerész gondozási bizottság elnöke és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke bírálja. A bírálat anonim történik, tehát a pályázatot is úgy kell benyújtani, hogy ne legyen rajta feltüntetve, hogy ki és honnan pályázott az adott dolgozattal. Ezzel elkerülik a részrehajlást is, gondolom. Nyilván egy idő után azért egy-egy pályázó felismerhető a stílusáról. Ön miről írt? Én úgy láttam, hogy meglehetősen érdekes modellkísérletet is elvégeztek hozzá. Kérem, hogy beszéljen erről a pályamunkáról. Igen. Ezen a pályázaton nem egyetlen egyszer lehet részt venni, többször is lehet pályázni, és annyiban kiegészíteném a felvezetést, hogy az idei esztendőben az év gyógyszerésze pályázat megosztott második díját sikerült elérnem, ahogyan a 2019-es és 2018-as esztendőben szintén. A motiváció az az volt, hogy mindenképpen a gyógyszertári saját munkás kísérletes anyag legyen a pályamunka alapja, és valamilyen tekintetben a gyógyszerészi gondozást, vagy az emberi segítség nyújtást a betegeink, illetve a rászoruló ember fele célozza meg a pályamunka. Ezért választottam idei esztendőben a munkám témájául a véradás szervezést. És hát azért ez a múltjához is kapcsolódik. Igen, az élet hát különös ajándéka és a sors kegyelme, hogy a pályámat 1991-ben a Szombathelyi Vérellátóban István Lajos professzor úr munkatársaként kezdhettem, pályakezdő gyógyszerészként. Itt is váltam szakgyógyszerészé, gyakorlatilag a teljes vertikumát megismerhettem a vérellátó szolgálatnak, a vérkészítmény előállítástól, a vérkiadó diszpécser szolgálaton keresztül, az immunbiológiai laboratórium, bakteriológiai és vírus laboratóriumig. Ez egy olyan 8 esztendő volt a pályámból, és utána kórházi gyógyszerészként folytattam az onkológiai tömbben, illetve hát később a magánszektor felé fordultam, és így lettem közforgalmú gyógyszertárvezető. És hát ebből is következik, hogy ön szokott például véradásokat is szervezni. Most is erről is szó volt. Sokkal inkább vért adni, hiszen a véradás szervezés alapvetően nem feladata eredetileg egy gyógyszerésznek. Én magam, mint magánember, valószínűleg már ott az intézetben a véradás iránti elköteleződéssel hát megfertőződtem. Száz-kétszeres véradó vagyok jelenleg. Azt a mindenét elismerésem. Köszönöm. Ez gyakorlatilag a maximum, nem? Amennyit lehet évente adni. Az egy évben egy egészséges felnőtt férfi 5-ször adhat vért, 56 nap különbséggel, úgyhogy hát még most remélem, hogy a 120-at megcélozhatom. De nem is erről a teljesítményről szól, ez arról szól, ha az ember ha csak egyszer is segítségre tudja nyújtani a karját, vagy bármikor is megteheti, akkor ezt én buzdítom, hogy tegye meg. Rendszeres véradó voltam vérellátós koromban, rendszeres véradó voltam később kórházi gyógyszerész koromban, illetve közforgalmú gyógyszerész koromban. Ez adta az ötletet hozzá, hogy hát szemlélve a statisztikai adatait az elmúlt évek, évtizedek során a véradás szám és a véradó szám alakulásának, hát némi csökkenés tapasztalható. Hangsúlyozom, nem kell itt semmiféle vészharangokat kongatni, tehát Magyarországon életmentő műtét soha azért el nem maradt, vagy ember meg nem halt, hogy ne tudták volna biztosítani a megfelelő vérkészítményt, de nyilván ehhez elkötelezett és buzgó véradókra, és főként új véradókra is van szükség. Ennek jegyében született meg a dolgozat gondolata és alaptémája, hogy keresni egy olyan bázisintézményt, ami találkozó pontja lehet az egészséges embereknek, mind a vérre később esetleg rászorulóknak, mind a potenciális véradóknak. Abból indultam ki, hogy a közforgalmú gyógyszertár egészségügyi intézmény, vagy legalábbis egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, ami valahol hát egy közegészségügyi találkozó hely és vélemények és lehetőségeknek a csomópontja, gyújtópontja.
Arra gondoltam, hogy a gyógyszertárban megforduló betegek, ugye a régi nomenklatúra szerint valaki ezt ma már nem is kedveli, nem is használja, hanem vásárlókat, ügyfeleket, kliensekről beszél. Nos, még hogyha betegek is nyilván felgyógyulva a rövidebb, hosszabb betegségükről, az egészséges emberek táborát erősítik, tehát mind potenciális véradók szóba jöhetnek. A gyógyszerész, gyógyszertárvezető, gyógyszert kiadó, mint az ő egészségéről gondoskodó szakszemély, nyilván véleményformáló is, tehát hogyha ő elkötelezett a véradás szervezése tekintetében, akkor jó irányba fordíthatja az ő gondolkozását, és meggyőzheti a véradás fontosságáról, szükségességéről. És a motivációnál maradva azért mondjunk el még néhány dolgot, hiszen az egyik kérdés ebben a pályamunkában az, hogy hogyan lehetne növelni a motivációs készséget a véradásra. Egyrészt a példamutatás. És még mi? Személyes meggyőzés, megfelelő csatornák, tehát új kommunikációs csatornák megnyitása, ahol a klasszikus, mondjuk vállalati PR szakembereken keresztüli meggyőzést, megszólítást, a személyes kapcsolati tőkét, illetve a modern világ kínálta lehetőségeket is mind-mind be kell és be lehet vetni, tehát a személyes Facebook kapcsolatoktól kezdve nyilván mindebben nagyon-nagyon felelősséggel és pozitívan szabad csak kommunikálni. Ez azt jelenti, hogy ön felveszi a kapcsolatot az ismerőseivel, adott esetben, ahogy olvastam, cégvezetőkkel például, és megpróbálja motiválni arra, hogy ők is motiválják az embereket véradásra. Tehát ez ilyen láncolat? Igen, ez egy ilyen dominó elvszerűen gerjeszti önmagát, ugyanakkor hát a konkrét véradást, illetve ezt a dolgozatot illetően ki kell bontanom a háttér tényszerűséget, hogy amikor az ötlet kipattant, itt azért három kulcsszemély állt össze, egy helyi multi bevásárló lánc igazgató urában, a gyógyszertár vezetőben és egy helyi vöröskeresztes aktivában egyszerre született meg a gondolat, hogy csináljunk egy soron kívüli, tehát a városi jegyzett, donor naptárban jegyzett véradásoktól független kezdeményezést, nyilván a megyei Vöröskereszt támogatásával, a megyei vérellátónak a támogatásával úgy, hogy az idő pontilag ne üsse a másik véradást, tehát ne hassék kizárólag a következő véradásra az adott donorok tekintetében, szóval magyarán túl legyen az 56 napos szünet intervallumon. És a kezdeményezés így született meg gyakorlatilag a Vöröskereszt, a multihálózat, a gyógyszertárvezető és a vérellátó közös kezdeményezéseként. És jó sokan el is mentek, ahogy én olvastam, hálos tehát a szokásos igen. Olyan 40 helyet, 65-en, tehát azért be is jött a dolog. Gyógyszerész úr, hadd kérjem, egy mondatban vázolja nekem, hogy milyen tervei vannak még a jövőre nézve? Legnagyobb terv. Legnagyobb terv? Napról napra hitelesen szolgálni a betegeimet a gyógyszertáramban. Ameddig az egészségem engedi és az égiek, akkor tovább is a véradók táborát erősíteni. Reményeim szerint jövőre is részt veszek a pályázaton, hogyha sikerül valami használható dolgozatot összeállítanom. Az ember egy idő után, tehát érett kalásznak lefele hajlik a feje, egy idő után eljut arra, hogy a napi kis örömöknek és kis sikereknek is nagyon tud örülni. Dr. Csaba Miklós gyógyszertárvezetőnek nagyon köszönöm ma a válaszait, és hogy megtisztelt bennünket a stúdióban. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Az egészségnél maradva így ősszel, hát szintén nagyon fontos az, hogy sokat legyünk a friss levegőn, és hát, hogy mozogjunk, ehhez kínál a Kolónia Savaria különböző hosszúságú körtúrákat. Október 24-én mindjárt mondjuk a részleteket, maradjanak velünk. Thank you.
három perce azt ígértem önöknek, hogy beszélgetünk a körtúrákról, a Kolónia Szaváriáról. Szeretettel köszöntöm stúdió vendégeimet, Gombos Kálmánt, illetve Unger Katalint, a Vasi Vándorok Sportegyesülettől. Szép estét kívánok! Köszönöm! Mi a különbség a Kolónia Szavária, illetve a Vasi Vándorok Sportegyesület között? Én majdnem azt mondtam, hogy Kolónia Szavária Egyesület, de nem egészen így van a dolog. Szóval meséljünk egy kicsit az egyesületről, illetve a célokról. Talán akkor az elnököt kérném szépen. A Vasi Vándorok Sportegyesület idén alakult, tehát még teljesen új egyesület vagyunk, februárban kezdtünk. Korábban is a csapatnak nagy része már együtt szerveztünk túrákat, de úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk saját önerőből, és úgy tervezzük, hogy csak kizárólag teljesítménytúrákkal foglalkozunk, évi szinten 5 ilyen rendezvényünk lesz, volt, most már túl vagyunk néhány rendezésen, és nagyon jól sikerültek. Ezek túrák közül az egyik az említett Kolónia Szavária. Beszéljünk erről, hiszen ez a legújabb, és még talán nem késő jelentkezni. Nem, még lehet rá nyugodtan jelentkezni. A túra szombaton lesz kerül megrendezésre. Az Oladi Katolikus Közösségi Házból lesz a rajtnak, és illetve a célnak a helyszíne. A templomot mindenki tudja, hogy hol van. Hát, vagy a templomtornyot talán észreveszik, ugye megtalálja mindenki. Különböző távok kerülnek megrendezésre. Gyerekektől idősekig mindenkit szeretettel várunk, akik szeretnének egy kicsit a szabadban több időt eltölteni, illetve akik nagyobb kihívásra várnak, azok hosszabb távon is, 42 kilométeren is kipróbálhatják magukat. Akár itt a környéken, ha jól tudom. Igen, mindegyik itt Szombathely környékén indul. Az 5 kilométeres, 10 kilométeres, az inkább így Oladnak a és a csónakázó tónak a környéke, a múzeumfalu, a hosszabb távok azok elmennek egészen Dozmatig, illetve a felső csatárig, és úgy jönnek vissza. Mi a lényeg ilyenkor, a gyors gyaloglás, vagy hogy meglegyen a táv? Hát ez mindenkinek másra. Van, aki csak saját magát szeretné kipróbálni. Ugye nyilván van egy szintidő, amin belül teljesíteni kell a távot. Ők egy nagyon szép jelvényt fognak kapni, jutalmul, de aki kisebb távon, rövidebb távon megy, illetve kicsúszik a szintidőből, azok kitűzött, illetve emléklapot kapnak ajándékba. Nem kevés erőt, humán erőforrást igényel, gondolom én, egy ilyen akciónak a megszervezése. Szerintem több tucatnyi ember dolgozik ezen, elnök úr. Ez pontosan így van, 28-an az egyesületből részt fognak venni, aminek nagyon örülök, hiszen 36-an vagyunk, tehát a társaság nagy része itt lesz. Ezen kívül még segítőink is lesznek, önkéntes diákok, ők is lesznek 9-en, ami külön öröm számunkra, hogy ebből 6-an már korábbi túrákon is vettek részt velünk együtt, és nagyon klasszul csinálták ők is a dolgokat. Az ellenőrző pontokon fognak ők is lenni. Jönnek egyébként új emberek, vagy pedig egy ilyen törzsközönség vesz részt mindig ezeken? Vannak állandó túrázók is, akiket már így arcról megismer az ember, de mindig vannak újak is, igen. Nekik egyesületi tagoknak kell lenni? Vagy hogy lehet jelentkezni? Hogy lehet esetleg elérni a csapatot? Hát közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk. Honlapunk még nincsen, mivel hát elég új szervezet vagyunk még, de dolgozunk rajta. Van egy ilyen központi cím, a Teljesítménytúrázók Társasága, szerintem az összes túránk megtalálható rajta, illetve a természetjáró applikáció is létezik már, és azon is fönt vannak a túráink. És én gondolom, baráti társaságokat is várnak. Idén viszont a Covid is közbeszólt, tehát ez a járványhelyzet gondolom befolyásolta a túrák mennyiségét, minőségét. Maszkban vesznek részt az emberek idén rajta? Az a helyzet, hogy amennyire csak lehetséges, igyekszünk betartani mindenféle szabályt. Ebbe beletartozik az is, hogy alapvetően azt kérjük mindenkitől, hogy azok jöjjenek el a túránkra, akik egészségesek. Ezen kívül a rajt célba természetesen maszkba fogjuk őket várni, megkérjük őket, hogy ők is oda jöjjenek be. Kint a természetben természetesen erre nincsen szükség, hála Istennek, tehát ott anélkül tudnak menni. Ezen felül nyilván betartjuk majd a távolsági szabályokat, betartjuk azt, hogy csomagolt élelmiszereket adunk az ellátópontokon, illetve
mindenféle módon igyekszünk arra törekedni, hogy ne legyen probléma. A meggyőződésünk az, hogy egy teljesítménytúrán D-vitamint lehet gyűjteni, meg inspirációt, meg szabadságot lehet érezni kint a természetbe. Ezek azt gondoljuk, hogy most ezután a bezártság után, amikor tényleg proftúra elmaradt azokban a hónapokban, nagyon sokan most azt érzik, hogy nagyon jó az, hogy ki lehet menni a természetbe, és ez nagyon jó dolog. Eddig mennyien jelentkeztek? Nincsen előnevezés erre a túrára, tehát csak ott szombaton reggel lehet nevezni. Bárki szabadon nevezhet bármelyik távra. Ugye 7-től 10-ig lehet rajtolni a különféle távoktól függően, és igazándiból a helyszíni nevezésnél fogjuk majd segíteni az embereket. Például a közösség oldalra föltettük előre a nevezési lapot, le lehet tölteni, ki lehet tölteni, azzal lehet érkezni, ezzel megint csak a Covid-ra való tekintettel ne kelljen összefogdosni dolgokat, papírt, tollat, ceruzát. Az előbb azt említettük, hogy csak egészséges emberek jelentkezzenek. Természetesen ezt feltételezem úgy értette az Egyesület, hogy járvány szempontjából, tehát hogy, hogy vírus szempontjából egészség. Egyébként mi a helyzet ezzel? Tehát akár mozgássérülteket is szívesen fogadtok, vagy mit lehet erről tudni? Hát egy teljesítménytúra, ugye benne nevében, hogy teljesítésről szól. Tehát az, aki mozgássérült, ő nem fogja tudni ezt megcsinálni kerekesszékkel, ugye a természetben nem fognak tudni sajnos kimenni, hegyet mászni, vagy mondjuk egy patakot, vagy egy szurdokot átkelni rajta. Viszont, tehát vannak olyan szakaszok ezek szerint, amik így lehetetlenek ilyen szempontból. Főleg a hosszabb távokon, tehát igen, persze. Ahogyan Kati is említette, például a csónakázótó környékén, tehát mondjuk egy 5-ös vagy egy 10 kilométeres távot, azt minden további nélkül, abban lesznek aszfaltos szakaszok is, lesznek erdei ösvények, ugye a parkerdőn végigvezet a 10 kilométerestől fölfelé már mindegy táv, tehát azokon a részeken azért elég szépen el lehet menni. A rövid távok, amelyik alatt ugye 30-ig értjük a távokat, ott általában hivatalosan ezt úgy nevezik, hogy bevezető vagy fölkészítő túra. Ezek általában családiasabbak, könnyedebbek. 30 és 42 kilométer az már kimondottan teljesítménytúra. Tehát ott már nézzük a szintidőt, ott már nézzük, hogy minden ellenőrző ponton, minden ellenőrző bélyegzőt beszereztek, szintidőn belül teljesítették, akkor jár a díjazás. Az Egyesületnek évente olyan 4-5 ilyen akciója, ilyen eseménye van. Idén eddig mennyi volt, illetve mennyit terveznek még? Hát az elsőt azt áprilisra terveztük, ami ugye a járványhelyzet miatt elmaradt, de a júniusban a kőszegi csillagokat és az augusztusi júliusi túrát azt már meg tudtuk tartani szerencsére, és akkor idén lesz most még ez a kolónia szavárja, illetve évvégén lesz egy vezetett túránk, az szintén a kőszegi hegységben, amit az egyik egyesületi tagunk fog vezetni, tehát ez nem teljesítménytúra lesz, hanem egy vezetett túra, aminek a hossza körülbelül olyan 20 km lesz, és ez viszont létszámkorlátos, egy maximum 50 főig lehet erre majd jelentkezni. A vezetett túra mennyiben más? Hogy egy nagyobb csoport van, akkor több kisebb helyet? Tehát ugye a teljesítménytúrát ezt mindenki egyénileg teljesíti. A vezetett túrán ott meg András vezetésével fog haladni a csapat, felhívja, ha nem ismerik a környéket, akkor a nevezetességre, látnivalókra, a figyelmet, mesél egy kicsit a környékről, és ott a csapat az egybe megy teljesen. És egy kicsit inkább kiránduló jellegű, mint a teljesítményre hajtó. Jól értem én, hogy akkor az Egyesületnek a célcsoportja igazából nem biztos, hogy csak a környék. Tehát erre például azt gondolom az egész régióból várnak embereket. Hát az egész országból várjuk az embereket, igazság szerint. Egyáltalán nem régióhoz kötött. És jönnek is, hála Istennek, tehát igen, vannak visszatérő például túrázóink például Békés Csabáról, Makóról, Pécsről, Szolnokról, Budapestről most például teleautók indulnak. Én pont azt láttam én is, hogy keresték, hogy felajánlották a helyeket, hogy be lehet csatlakozni. Tehát így többször így ilyen telekocsis rendszerrel meghirdeti valaki a Facebookon, hogy ő most erre a túrára jön, ha valaki szeretne, akkor még csatlakozhat hozzá. És ez ilyen kölcsönös? Tehát a hasonló jellegű egyesületek tartják is egymással a kapcsolatot? Vagy ez ilyen önszorgalomból nem kell feltétlenül egyesületi tagnak lenni, tehát teljesen magánemberek is indulhatnak, vagy hát én azt gondolom, hogy a legtöbben nem is egyesületi tagok. Legtöbben nem. Tehát konkrét példa, hogyha ön megnyitja a ttúrák.hu oldalt, és ott talál egy szimpatikus túrát, akkor szépen aznap reggel odaballag, és azt mondja, hogy akkor benevezek mondjuk a 10-es távra,
akár ezt a kolónia szaváriján is megteheti, és akkor mi azt mondjuk, hogy tessék itt egy itiner, itt egy részletes térkép, ide tessék gyűjteni a bélyegzőt, és itt várjuk a célban. Tehát ehhez nem kell semmilyen egyesületi tagság. Aki esetleg jelentkezni szeretne, ezt hol, hogyan, milyen módon tudja megtenni, azért meséljünk egy kicsit az elérhetőségről. Én néztem egyébként a legnépszerűbb közösségi oldalon, fent van az egyesület, tehát a Vasi Vándorok Sportegyesület, és hát nagyon aktív. Tehát tényleg, nem tudok mást mondani, tényleg nagyon aktív. Szóval hol lehet megtalálni az információkat? Hát a közösségi oldalon legegyszerűbb valószínűleg, az eseményeknél a túrákat külön meg szoktuk hirdetni, illetve ezeken a természetjáró szövetségnek, illetve a teljesítménytúra társaság oldalán keresztül, tehát mindegyiken a túráknál fönt vannak az elérhetőségek. Nagyon szépen köszönöm a válaszait a Vasi Vándorok Sportegyesület tagjának, Unger Katalinnak, illetve az elnöknek, Gombos Kálmánnak. Köszönöm szépen, hogy vendégünk voltak. Mi pedig mai műsoridőnk végére értünk, úgyhogy kénytelen vagyok elköszönni önöktől, de nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak ismét. Viszontlátásra! A műsorvezető frizuráját Fece bácsi fodrászata készítette. A műsorvezetőt a Hófehérke divatáruház öltöztette.